A most induló zenekaroknál, vagy az első néhány évben élő zenekaroknál nagyon sűrűn vetődik fel az a kérdés, hogy magyarul vagy angolul énekeljenek. És az érdekelne, Tibi, hogy ti ezzel a, ezek szerint, tehát hogyan találkoztál ezzel a kérdéssel, hogy hogyan lett nálatok ez a fajta lényegi nyelvváltás, vagy magyarul, és az induláshoz képest? Bármilyen fura is a helyzet, amikor mi angolul énekeltünk annak idején, most ez egy nagyon, tényleg ez egy paradoxon, hogy az jött ösztönösen, tehát ez ilyen nincsen, mint magyar nyelven. De az volt, hogy mi ilyen bárokban, kocsmákban, meg ilyen lebújókban játszottunk, és egyszerűen nagyon sok ilyen blues zenekar vett minket körül, meg ilyen mindenféle ilyen, akik így játszottak 50 embernek, kvázi ilyen szórakoztató zenét, és mi ebben szerettünk volna részt venni, de nem akartunk ilyen meglévő stílusokat, hanem azt mondjuk, hogy mi játszunk egy ilyen szürreális cirkuszt, de hogy úgy valahogy angolok voltak, angol szászok voltak igazából azok a zenék, amik hatottak ránk, annak ellenére, hogy mai napig nagyon-nagyon sok nemzetiségű zene hat ránk, tényleg az indiaitól, a spanyolig, az olasztól, az oroszig, mindenféle nyelven szeretünk zenéket hallgatni. Viszont úgy nőttük fel, hogy megszoktuk azt, hogy nem értjük azt, amiről énekelnek a zenekarok. És így legalább nem zavart. És amikor elkezdtünk el angol dalokat írni, az inspirált, hogy így ülsz másfél után az ő bűvőből, és nagyon jól beszélt már angolul, szlenget is ismerte, és akkor cserélgetünk mi le azt a műsorunkat, ami egy ilyen, hogy mások dalait játszottuk, ami nyilván angol számok voltak, és akkor írjunk sajátokat, de akkor a Linus tök jól beszélt angolul, hogy együtt leültünk, és írjunk hasonlóakat, mint amilyeneket szeretünk, mert mindenki így kezdi. Nem volt ez így kimondva, de ez volt a lényeg. És ezek angolul szóltak valahogy úgy hasonlóan. Nem tűnt fel a műsorban, ha volt egy saját szám. És az, amikor eljött az az idő, hogy magyarul énekeljük, az volt egy tudatos döntés. Az egy ilyen, ahhoz már kellett egy tapasztalat, kellett egyfajta rálántás, és egy olyan belső igény szült ezt a történetet, amikor már kezdett népszerű lenni a zenekar, és már nem az volt, hogy 50 embernek játszunk egy kocsmába, szünetekkel, meg ilyenek, hogy így igazság szerint nem volt akkora igény arra, hogy így a mondani való is így azonnal realizálódjon. Viszont amikor ott álltunk 6-700 ember előtt, és első sorok csillogtak, akkor volt egy a belső igény, hogy most ezt így azonnal le kéne ejteni ezt a szót, és azt szeretném, hogy azonnal megtámadja azt az embert, aki ott áll előttünk. És erre nem volt alkalmas az angol nyelv. Nem működött. Tehát és akkor volt az, hogy próbáljuk meg magyarul, hogy itt van már egy ilyen magyar közönség, meg az is hozzátartozott, hogy abban az időben, ami a kezdeti pár évben nagyon sokat játszottunk külföldön. Tehát ilyen év rendszerességgel áll a német turné, meg ilyenek, ugyanolyan kis klubokban, kocsmákban, 50-100-150 ember előtt, ugyanúgy, mint Magyarországon. És akkor volt valami olyan víziónk, hogy mi valami olyan zenekar leszünk, aki csak ilyen klubokban, pici helyeken játszik, 50-100-150 ember előtt, csak nem csak Magyarországon, hanem minden felé. És ez valahogy aláírta nekünk ezt a idegenet. Viszont amikor itt megnőtt Magyarország közönségünk, külföldön ezzel nem, akkor ezzel együtt, meg belső igényel együtt jött ez a dolog, hogy na hát akkor szóljon nagyon, nem volna rá igény. És amikor elkezdtetek magyarul élni, akkor ez az ajtban, vagy nem tudom, hogy történik igazából ez az átállás az angol sémákról a magyar nyelvre, ez könnyen ment? Emlékszel erre a periódusra? Hát az volt a furcsa, hogy azonnal egy hirtelen nagyon nagy mennyiségű eszköz állt rendelkezésre, és ettől például az első magyar szövegek azok ilyen szuper barokkosak is, tehát nem igazán jók, mert annyi lehetőség volt, hogy azonnal milyennek a mondatnak a ötödik jelentése, milyen a történetnek volt, csatlakozik ide, tehát ugye majd pedig kitágul a lehetőség, és egyszerűen minden más értelmet nyer, és a magyar nyelv annyi plusz dobott, értelmezhető plusz dobott számunkra, amitől egyszerre volt nehezebb magyarul írni, és egyszerre volt egy ilyen furcsa izgalom, de aztán annak úgy le kellett szűrődnie. Hangulatába, meg tartalmában, meg a szövegvilágában azért nagyon hasonló dolgokról szóltak ezek a dalok, csak a magyar egyszerűen annyi plusz dolgot, ott például egy ilyen rengeteg nyelvi játék van az első magyar dalokban, azért is, mert élveztük azt, hogy ezt is jelenthetjük, azt is jelenthetjük, és ez a játszik.
És ezzel együtt, amikor magyarra átálltatok, akkor volt arra gondolatotok, hogy ebben párhuzamosan nemzetközi karrierrel mi lehet, vagy lesz? És ezzel hogy ez most? Az még abban az időszakban volt, amikor egyáltalán nem gondolkodtunk karrierbe, se nemzetközibe, se magyarba. Egyszerűen csak, tudom, a gyerekek lemennek a garázsba és szeretnek zenélni, de hogy zenéljünk, ahhoz kell valami alibi, kellene dalok, hát csinálni dalokat, mert valamiket kell játszani. És ez még így ebben a vákumban volt benne, abszolút. Tehát nem volt itt ilyen kimondottan ilyen tudatos döntés, ilyen karrier. De a mai napig egyébként nem ez jellemzi a zenekar. Nem, valami működik, valamit szeretünk, valamit szívesen csinálunk együtt, akkor elhisszük azt, hogy ez másoknak is működhet. Bennetek mennyire működött ez a fajta popsztárság, az ikonosságnak a vonzereje? És akkor mennyi maradt meg most? Nem tudom, biztos hazudnék, ha azt mondanám, hogy egyáltalán nem működött, mert azt már nagyon korán észrevettük, hogy inkább az éjszakai életben mondjuk a barátkozást, azt így katalizálta, mondjuk azt, hogyha az emberek van valami hangszer a kezébe, vagy mikrofon mögött át, és ez inkább ilyen egyszerű férfiúi hívság volt. De azt nem mondanám, hogy így kimondod a sztárirányba, vagy valami ilyen. Úgy kezdem, volt én egyáltalán. Volt olyan hatása, hogy ez tetszik a csajoknak, hogyha a fiúk zenélnek. Olyan hatása volt. De maga, hogy ez a sztár dolog, meg ilyen, az sokkal később esetben nekünk. Együtt éltünk a közönséggel, volt ennyi közönség, mint itt. Mi néha oda mentünk a sarokba, a kocsmába a hangszereinkhez, és játszottuk, aztán visszaültünk az asztalokhoz, és írtunk ugyanúgy, mint ők. Nem nagyon volt az, hogy van egy nagy színpad, és akkor lentről nézzünk a közönségünk, fönnállunk a fényekbe. Ez sokkal később. És addigra még már úgy megszoktuk olyan lépcsőzetesen, hogy igazság szerint nem volt ennek ilyen. Én kb. Az utóbbi 3-4 éve éreztem azt, hogy ilyen sztárok vagyunk. Valamilyen módon. Akkor mi is volt levezetek? Utóbbi 3-4 éve? De utóbbi 3-4 éve, igen, csak mondjuk, ha visszamegy 3-4 évvel ezelőtt, akkor most. De maga az, hogy ezt így fölfogni tudod, hogy vagy. A Szilárd az jobban, mert a Szilárd ilyen sztárs típusú, a billentyűs, ő jobban értette ezt, mert ugye néha mondogatta, de ez annyira fokozatos volt, ez a lépcső, és ilyen szempontból szerencsés, hogy attól nem feltűntünk el, hogy mondjuk ezt kell érezni, vagy úgy kell viselkedni, mint mondjuk valamilyen fajta sztárok. De tudat alatt biztos bennünk volt, hogy azért mi ezt csináljuk, és akkor jönnek emberek, és erre kíváncsiak, ebben van biztos valami. Akkor úgy fogalmaznám meg ezt a kérdést, hogy most, hogy fogalmazunk így, hogy senkit meg nem bántva, hogy Magyarország 3 legrajongottabb zenekar között vagytok. De ez gazdasági értelemben is igaz. Tehát van egyfajta nagyon erős erőtünk. Ez miféle szabadságot ad neked, hogy ezzel akarnak, és mi az, amit kötelességként ad? Most arra gondolok, hogy például vannak olyan típusú koncertek, amiket régen csináltatok volna, de ezek akkora presztízsében most nem vállalhatjátok el, vagy nem akarjátok el. Tehát mi ebből a kötelesség, mi ebből a szabadság? A zenekar egy 6-8 évvel ezelőtt belekerült egy olyan helyzetbe, amikor bizonyossá vált számára, hogy annak súlya van már, amit csinálunk, és több fél tekintetben, és akkor volt egy ilyen furcsa negatív spirális, aminél éreztük egyfajta megfelelési kényszert, hogy most akkor innentől kezdve ki kéne szolgálnunk a közönségünket, vagy valami, és ott kavarogtunk is szerintem egy-két évig, nem tudtuk pontosan, hogy mi legyen. És aztán így valahogy jól kijöttünk belőle így az örvény alján, és azt mondtuk, hogy nem érdekel. És ez a zenekar attól működött, hogy azt csináljuk, ami nekünk jön be, és nem szabad, hogy hassanak rá ezek a típusú erők. Mert akkor szétesik egyszerűen onnantól, de olyan, mintha bekütötték volna a szemünket. Nem tudjuk, hogy merre kell menni. Mert mi egyetlen egy irányt ismertünk, hogy ezek közöttünk a levegő, és ez működik nekünk, vagy nem működik. És nem tudunk megfelelni, és nem is akarunk megfelelni a létrehozott
bázisnak, a közösségnek, ami már van. Te mikor érezted, vagy érzékelted először, mert ugye Altisius Díjas is vagy egyébként, hogy dalszerzőként nem csúlyt képvisel az, amit csinálsz? Az első és egyetlen talán fontos díj, amit kapott a zenekar, az akkor volt, mikor a kilégzés után kaptunk valami évlemezét. Én ezt az egyet éreztem valamilyen fontos, igazán fontos díjnak. Az több szempontból fontos volt számomra. De az utóbbi pár évben persze van ennek egy ilyen lenyomata, hogy most akkor van ennek egyfajta súlya, de pont ezeket a helyzeteket kezdődik a könnyedémet. Hát nem lehet úgy alkotni, nem lehet úgy csinálni semmit. És az, amit az előbb mondtál, hogy pont azért csinálunk mi, hogy úgy gondolunk egy klubturnét 300 fős klubokba, azért is, meg pont azért, amire az elején beszéltünk, hogy ettől függetlenül változtassuk a játszóterünket, mert azt mondta a közönség, most már csak ilyen nagy hodályokban, meg ilyen csarnokokban fogunk játszni, és mondta, hogy nem. Egyszerűen azért, mert nem csak ott szeretnénk játszani, nem, ez megunnánk, nem működne. És mi abban is hiszünk, hogy a helyzet változtatása és ezek a fajta izgalmas gesztusok, amik számunkra izgalmasak, ugyanúgy, mint a muzsika, vagy az új dalok, az ugyanúgy lehet a közönség is. Most csinálj egy fettős koncert, egy üdvös koncert, most csinálj egy áros, most csinálj egy más fesztivált, most csinálj klubokat. Ez. Mert valahogy belülről kell kiindulni. Amikor én meglátom a muzsikus társam, hogy unja, akkor tudom, hogy ennek nagyjából most van vége, mert a közönség később fogja megunni, de jobban észre lesz. Akkor te volt meg, és mondjuk kicsit hosszabb időre, akkor mit csinálsz? Nem, nagyon érdekes dolog, ha nagyon-nagyon elfáradunk, vagy nagyon-nagyon besokaltunk, és nagyon-nagyon elegünk van a zenekarból, valami miatt lehet, hogy nagyon sok koncertot egymás után van, és úgy érzem, hogy na, én most legszívesebben nem állnék színpadra 5 évig, akkor is egy ilyen 2-3 hét után elkezd jönni egy ilyen színpadénység, egy ilyen irgalmatlan, hogy menjünk már játszani. De soha nem tartok nagyon sok igazán. Olyan már volt, hogy úgy éreztem, hogy na most de jó, hogy lesz egy nyári szünet vagy valami. És általában úgy építjük fel a zenekarnak a menetrendjét, hogy ma már úgy be tudjuk lőni, hogy miből mennyi jó. Tehát nem csinálunk többet adott koncertből. Hiába vannak meghívások, mi egy adott mennyiségű koncertet válunk csak el. Minden szezon kialakult már, hogy tartunk egy szünetet, mint a január-februárban, van egy nyári szünet, ősszel egy kisebb szünet, és akkor így kialakultak ezek a dolgok, mert valahogy, ha hagyja az ember, akkor úgy magától így kialakulnak ezek a szabályok, amit valamilyen fajta felsőterők rá, aminek a zenekarok, a zenekar tagjai egyes elemei ugyan, de hogy így működik jól a zenekar. És akkor ennek az erőnek mindenki aláveti magát előbb-utóbb.